Kedves hallgatóink, a háború kezdete óta a legnagyobb mozgósítási hullámnak lehetnek tanulni a kárpátaljai magyarok. Milyen módon történik ez? Hogyan választják ki a férfiakat a toborzás során? Hogyan is zajlik ez ukrán módra? Erről is beszélgetünk a következő percekben Enge Erikával, a kárpátaljai Péterfalvi Ifjúsági Művészeti Iskola Bónisz Bóna díjas zongora tanárnőjével. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatókat! Nem olyan régen még arról beszélgettünk, hogy az iskola az Együtt Mindannyiunkért Alapítvány segítségével új hangszereket kapott. Azóta eltelt egy kis idő, és sajnos más az aktualitása a mostani beszélgetésnek. Hogy vannak, hogy bírják mentálisan azok, akik nem tudják, vagy még nem akarják elhagyni a házukat, otthonukat? Igen, hát azt hiszem, hogy napi szinten találkozhat mindenki tőlünk érkező hírekkel, ami zömében negatív, és ezt az elején le szeretném szögezni, hogy ezek a hírek nem rémhírek, tehát valós hírek. Ami az életünket jellemzi immár egy éve, az számunkra is egy hihetetlen folyamat, és senki sem gondolta, hogy ennyire tartós és hosszú időre jellemzi majd az életünket. Ugye egy évvel ezelőtt elkezdődött a háború, és akkor nyilván mindenki értetlenül állt a helyzet előtt, de jöttek a megoldandó feladatok, és a legfontosabb ezek közül az volt, hogy mi is legyen majd. Volt egy behívási rend a kezdet kezdetén, amely ugye a 18 és 60 év közötti férfiakat érintette, és hát nyilván volt egy kedvezményezettek listája, ide tartoztak a képviselők, a köztisztségviselők, a tanárok, a diákok, a lelkészek, és még valószínű nem minden kategória jut eszembe, akik olyan szinten voltak kedvezményezettek a behívások alól, hogy bár nem hagyhatják el az ország területét, nem kerülnek be sorozásra. Akik ezek kategóriákon kívül estek, azoknak mérlegelniük kellett. Nagyon sokan döntöttek úgy, hogy elhagyják az otthonukat, és menekülnek, mert nyilván senki sem szeretne értelmetlenül meghalni, és nyilván árvákat hagyni. Tehát azoknak nem volt más megoldásuk, mert jönniük kellett. Még egyszer hangsúlyozom, senki sem gondolta arra, hogy ez egy nagyon hosszan elnyúló folyamat lesz. Azt gondoltuk, hogy pár hét, pár hónap és mindent visszakapunk. Ez egy illúzió volt, ezt már látjuk, és hát természetesen ugye bíztunk abban, hogy ez nem lesz ennyire durva és ennyire hosszú folyamat, ezért maradtak az anyukák, maradtak a gyerekek, nyilván az idősebb emberek, mondhatjuk akár őrállóként is, hiszen elárultak a családi otthonok sok esetben, és az idősek vagy az anyukák és a gyerekek maradtak otthon, bízva abban, hogy azért az életterünk élhetővé marad. Tehát működnek azok a létfontosságú feltételek majd, ami biztosítja azt, hogy kibírjuk ezt az időszakot. Aztán ugye teltek múltak a hónapok, és azzal kellett szembesülni, hogy bizony ez az időszak, ez nagyon hosszú. A családok egyre inkább gondolkodtak abban, hogy akkor ezt most hogy tudják navigálni. Az eddig bevált szokás az volt, hogy hosszú hétvégére, karácsonyra, ünnepnapokra az anyukák fogták a csemetéket, és eljöttek a családfőhöz, és valamennyi időt együtt töltöttek. Na most itt következik ez az időszak, ami a mostani időszak, és a legújabb rendelet szerint a kedvezményezettek köre szűkül, így aztán most már nem hagyhatják el az ország területét a közalkalmazottak, a köztisztségviselők, a képviselők, még akkor sem, ha nőkről beszélünk. Itt van az a pont, amikor újra mérlegelnie kell nagyon sok családnak,
hogy hogyan tovább. Igazak azok a történetek, hogy egyszer csak egy bicikliző előtt megáll egy rendőrautó, és átad egy behívó parancsot? És, Igen, ez így van. Ezzel számolni kell mindenkinek, tehát a behívókat kézbesítik bárhol és bármikor. Legyen ez utca, legyen ez bolt, legyen ez piac, legyen ez mondjuk az óvodába gyermekét szállító apuka. Tehát bárki, bárhol, bármilyen formában behívhatnak, vagy legalábbis az utcán kézbesíthetik a behívókat. És az a hír is igaz, hogy fogják akár biciklistől fölrakják az autóra, vagy akár egy buszra, és viszik ki a frontra őket? Hát igen, hallottunk már ilyen esetről, és szerencsére az a település, ahol én dolgozom, és ahol én élek, ritkán hallok, de már ott is hallottam hasonló esetekről. Állítólag az se ad felmentést, hogyha valakinek rászoruló hozzátartozója van, tehát olyan rémtörténetet is lehetett olvasni, hogy egy tehetetlen édesanyát kellett ott hagynia egy férfinak, és azt mondták a katonák, hogy őket ez nem érdekli. Ez a helyzet nem foglalkozta, hogyha őket oldja meg, ő neki a frontra kell mennie. Igen, tehát ez végül is úgy szokott történni, hogy tehát mindenki megkapja a behívót, és akkor a következő a helyzet, meg kell jelennie a sorozási bizottságnál is, ott kell ezeket az okokat feltüntetni, vagy elmondani és bizonyítani, ami esetleg felmenti a szolgálat alól az egyént. Egy picit meséljen arról is, hogy mi a helyzet az iskolában. Hogyan tudnak alkalmazkodni ehhez a helyzethez a gyerekek? Igen, hát azt azért szeretném leszögezni, ami a legnagyobb pozitívum az életünkben, hogy Kárpátalján mindez idáig harcseseményekre nem került sor, és nagyon bízunk benne, hogy ez így is marad. Ami most az életünket megkeseríti, az leginkább azon túl, hogy azért lelki nyomás is, azon túl, hogy napi szinten azért meg kell birkózni azzal a lelki teherrel, hogy légriadó van, és akkor ilyenkor az oktatási intézményeknek a gyerekekkel együtt óvóhelyre kell, biztonságos helyre kell menniük. Tehát ezek ilyen napi szinten előforduló események, és ez inkább lelkileg terheli meg úgy a gyerekeket, mint a felnőtteket. Ami viszont kézzelfogható, és ami leginkább megkeseríti az életünket, az óriási elektromos áramot szolgáltató óráknak a száma, ami mára már olyan méreteket öltött, ami tényleg megkérdőjelezi azt, hogy minőségi életet tudjunk élni. Tehát manapság Kárpátalján a 16 órás napi szinten előforduló áramtalan órák száma az egy teljesen bevett szokás. Ez úgy történik, hogy 2 óra áramszolgáltatás után következik 6 óra áramszünet. Na most nyilvánvalóan ez nem csak arról szól, hogy sötétségben élünk, hanem ugye tudjuk, hogy ez nagyon sok mindent befolyásol, például a fűtést. Tehát gyakorlatilag most az iskolák nagy száma így hideg tantermekkel rendelkezik, és hát mivel mi művészeti iskola vagyunk, és a délutáni órákban dolgozunk, ezért minket még a sötétség is sújt. Az iskolákban nálunk is, a tantermekben olyan 10 fokos hőmérsékletet tudunk tartani, ez ugye a 2 órás áramszolgáltatásból ered, hogy még egyáltalán 10 fok is van. És hát most, hogy ezt el tudjuk képzelni, mert nyilvánvalóan ugye ezt azok, akik ebben nem részesülnek, ezt nem tudják elképzelni. Ezzel gyakran szembesülök én is, amikor erről beszélek ismerőseimnek, akik értetlenül néznek rám, és meg is fogalmazzák, hogy ezt el sem tudjuk képzelni. Igen, az ember el sem tudja képzelni, hogy milyen az, amikor nincs, amikor élvezi ezeket a ajándékokat. Én most már úgy fogalmazok, hogy ez mind ajándék. Az, hogy világosság van, az, hogy meleg van. Sokszor hallok most magyarországi kollégáktól olyan panaszt, hogy 18 fokos tanteremben dolgozunk, vagy 20 fokos tanteremben, és én ilyenkor ugyanilyen értetlenül nézek magam elé, vagy fogalmazom meg az én gondolataimat, hogy ha de örülünk mi annak a 18 foknak, vagy akár a 15-nek is. Tehát ez úgy néz ki, hogy az utcáról bemegyünk az iskolába, és nem vetjük le a kabát,
munkát nem öltözünk le, hanem kabátban dolgozunk, aztán 4 óra után körbe rakjuk a hangszereket gyertyával, kimivel, és dolgozunk. Tehát ez a lényeg, hogy az adott helyzetben is igyekszünk teljesíteni a feladatainkat, hiszen érezzük, hogy azok, akik ott maradtak, azok a gyerekek, akik ennek ellenére érkeznek az iskolákba és az órákra, joguk van ahhoz, hogy megkapják legalább adott körülmények között azt, ami jár nekik. És mentálisan hogy vannak? Ez nagyon változó. Nyilván minden ember másként éli meg. És a gyerekek, főleg a gyerekekre lennénk ugye kíváncsiak, mert persze természetes, hogy nagyon nehéz lehet a felnőtteknek is, de hát azok a körülmények, amelyeket leírt, hát egy megdöbbentő és szívvacsaró. Igen, a gyerek az mindig gyerek, ezért próbálunk mi is előttük úgy kommunikálni, hogy ne érezzék, lehetőleg ne érezzék annak a helyzetnek a súlyát, amiben élnek. A gyerekek nagyon tudnak alkalmazkodni, és ha mi azt közvetítjük feléjük, hogy hát igen, most gyertyafinnél dolgozunk, de hogy ez milyen hangulatos, mert még mindig látunk, vagy világítunk az elemlámpákkal. De ennek nem sokára vége lesz, hiszen jön a tavasz, és egyre szebben süt a nap, egyre világosabb van, és egyre hosszabb a nappal, és nézd, a múlt héten még sötét volt 4 órakor, de látod, most már világos van, és milyen jó ez. Tehát az ember kötelességének érzi azt, hogy ne terhelje a gyerekeket, hiszen a legtöbb gyerek számára azért jelen van az a tény, hogy nélkülözi az édesapját, nélkülözi a család egységét, nélkülözi a meleg otthont, mert ezt hangsúlyozni szeretném, hogy nem csak az intézmények hidegek, hanem az otthonok is. Ugye a fűtési rendszerhez is villanyáramra van szükség. Tehát a hideg iskolából ugyanúgy a hideg otthonokba megyünk. De már ugye az ember az első csüggedése után, főleg Kárpátalján, mi híresek vagyunk arról, hogy megpróbálunk kimászni a legmélyebb gödörből is, rögtön azon gondolkodunk, hogy hogyan is tegyük túlélhetővé, nem azt mondom, hogy élhetővé, túlélhetővé ezeket az órákat, ezeket az időszakokat, és hát ki hogyan tudja, alternatív megoldást keresünk mindenre, és igyekszünk megtalálni, és folyamatosan abban bízunk, hogy a közeljövőben véget ér ez az időszak, és visszakapjuk a régi életünket. Mert el kell mondjam, hogy én gyakran mondom azt, hogy akik ott vagyunk, és akik végezzük továbbra is a feladatunkat ezen körülmények között, valamelyes fanatikusak vagyunk. Jó értelemben vett fanatikusak. És csak úgy bírjuk ki, ha hiszünk abban, hogy ez nem tart sokáig. És visszakapjuk azt a régi életünket, amiben részünk volt, amit ön is említett, amikor olyan szép események voltak az iskola életében is, hogy vendégeket fogadhattunk, hogy koncerteket szervezhettünk, hogy versenyekre készülhettünk, hiszen erről szól a mi munkánk, és ez a szép a mi munkánkban, erre vágyunk, és ezt várjuk vissza.